kettő mindig jobb, mint az egy. Ha két gombóc fagyit kérünk, az sokkal jobb, mint az egy. Két tábla csoki, mennyivel jobb, mint az egy. Szóval minden, ami jó, abból jobb, ha kettő van. Ezért a mai 5 perces DIY kihívásban mindenből kettőt fogok csinálni, legalábbis megpróbálom. Remélem, hogy tetszeni fognak az inspirációk. Csináljátok meg ti is, próbáljátok ki magatokat 5 perc alatt. Hányat tudtok csinálni? Egyet, kettőt, vagy akár háromat? Hát meglátjuk, hogy mennyire nehezek lesznek a feladatok. Nekem még fogalmam sincs a kihívásokról, hogy mik vannak itt előttem, de hamarosan mindenre fény derül. Balról jobbra fogok haladni. Elindult az 5 perc. Tojáskartonból kell színes, festett virágokat varázsolni. Ez annyira szuper egyébként ez az inspiráció, én nagyon szeretem, de nem így fogom megcsinálni, mint ahogy itt látszódik, mert én jobban szeretem úgy, hogyha egy ilyen beugrásból van a virág kialakítva, és meg inkább tépem szerintem. Igen, sokkal egyszerűbb, és azért is jobb, mert több jön ki egy ilyen tojáskartonból, meg akkor valószínűleg 5 perc alatt meg tudom csinálni a kettőt, a plázást. Nem csak szívószárra lehet felragasztani, hanem fogok csinálni belőle szalvétakarikát is, de még ti is mondjátok meg, hogy mi az, amit el tudtok belőle képzelni. Akrilfestékeket használok a kifestéshez, és a belsejüket másra fogom festeni, mint a szirmukat. És jó élénk színeket érdemes használni, hogy a tavasz hatást azt fokozzuk. Temperával is megpróbálkozhattok, csak ugye az beszürkül, tehát nem lesz annyira élénk a végeredmény. Ezért az akrilfestéket javaslom. És én szeretem, hogy egy kicsit ilyen márványos, úgyhogy nem fogom kimosni így a színek között az ecsetet, és ezzel ilyen kicsit ilyen márványos hatást tudtok elérni. És gyorsabb. És gyorsabb, ami így jól jön nekünk az 5 perces kihívásnál. Így, pláne, hogy duplázok. Szuper! És akkor ezt kell felragasztanom elvileg erre, viszont akkor előtte még ezt kiszúrom, hogy egy picit bele is menjen a szívószál, és stabilabb legyen. És ezt nézem, hogy időben hogy állok. Jaj, egy kicsit túlba ment. Így. Most meg túl kijött. Akkor újra. Időben jó vagyok. Igazából most azon gondolkozom, hogy két ilyen virágot készítsek, vagy csináljam meg az egyiket már rögtön. Nem, meg tudom csinálni még pluszban a szalvétakarikát is. Egy egész csokrot is lehet ebből készíteni, vagy akár például a girlandba fűzni. Akkor ki lehet vele mondjuk dekorálni egy kiürült PET palackot vázának. Ha van egyébként papírbudigátok, akkor abból le lehet vágni egy darabot, és már is megvan a szalvéta karika. Ha nincsen, akkor vágjatok le egy papírcsíkot, készítsetek belőle egy karikát. 7 másodperc, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jó. Éppen elkészült belőle a szalvétagyűrű is, illetve a két virág, de azt gondolom, hogy a 3 az még jobb, mint a 2. Na, és ahhoz, hogy ez szépen mutasson a szalvéta gyűrűben, kinyitottam félbe a szalvétát, és így fölhajtogatom ilyen kis kúposra, és így fogom elhelyezni a szalvéta gyűrűben. Így. Óvatosan, mert azért nem volt egy
vastag papír, amit használtam. Tadá! És akkor jöhet a következő kihívás. 3, 2, 1. Ilyen gyöngyvirágot készítettem a kreatív pihenőben, úgyhogy már nem először csinálom, viszont hogy 2 meg lesz-e, azt nem tudom, mindjárt kiderül. Ott van 3 gyönyörű színünk. Tulajdonképpen egy hosszú csíkot kell vágni, és azt bevagdosni. És utána föltekerni, vagy turkapálcára, vagy szívószára, vagy például ilyen kis fém drót van nekem most ide készítve. Ezt virágkötésekhez szokták használni, vagy virágboltban lehet beszerezni. Igen, ezt be kell először vagdosni. Jaj, nehogy elroncsam. És utána föltekerni, hogy ilyen kis kunkori legyen. És azt mondom, hogy milyen hosszú kell vajon legyen, mert arra már nem emlékszem. Tessék? Dehogy nem, jó lesz, nagyon jó. Ez egy ASMR videó, úgy érzem. Na, hát erre nem fogom tudni föltekerni, így használom ezt. És szépen bekunkorítom ezeket a szálakat. És nagyon megy az idő, és nagyon lassan kunkorítok. Megpróbálok többet egyszerre. Húha. Hát kunkorító versenyre nem megyek el, az biztos. És már 2,5 perc eltelt, és még a felét nem kunkorítottam fel. Lehet, hogy elég lenne egyébként kevesebb is, rövidebb. Viszont ezt nem akarom megkockáztatni, mert akkor meg, ha nem, akkor meg bukom az egészet. Jó. Mégiscsak egy picit kevesebbet megkockáztatok, de nézzük. És akkor ezt elvileg erre a drótra kéne föltekernem. De erre nagyon nehéz. Befelé fog kunkorodni. Nem jó, másik irányba kell forgatnom. Szóval egy kicsit ilyen sréjen kell elhelyezni, és akkor el kell kezdeni föltekerni 45 fokban. Hát ez nem lesz életem főműve, úgy értem. Azért alakul. Hát a gyöngyvirágoktól ez messze lesz, de van ilyen réti gaznak. Jó, talán. Ez egyébként tök jól mutat, hogyha ezt szépen fölkunkorítjátok. És a tetejét azt visszahajtom először, hogy ne szúrjon, és meg is fogja itt a papírt nekem. És még 30 másodperc. A teteje már kinyílt teljesen, azért kunkori, az alja pedig azért egyenes, mert még nyílás előtt van. És levele pedig azért nincs, mert 9, 8, 7. És leragasztom. Így. És 5 perc. 2. Hát nevezzük el. Szóval akkor ez egy olyan különleges virág, ami előbb virágzik, és aztán hoz csak levelet. Amikor még nincs kinyílva teljesen a bimbója, akkor egyenes,
és utána pedig bekunkorodik, úgyhogy kérlek, nevezzétek el, várom kommentben a virágneveket, hogy mi passzolna erre a különleges, egyedi virágra jó és kreatív virágnévként. Mindenesetre a kettő meg lett szerintem, ez én elfogadom. Jó szívű zsűri vagyok, úgy látszik. És még ilyen kis kertet is lehetne alulra csinálni, de nem, majdnem három is meg lett. Minden esetre, hogyha ezt tényleg szépen, egy picit lassabban készítitek el, és többet csináltok ilyen kis pasztel színekben, egy kis levél hozzá, baromi jól mutat, egy vázába berakva, akár tényleg az asztalon, akár egy komód tetején, nagyon-nagyon csinos kis dekoráció lesz belőle, tavaszi-nyári dekoráció. Így szépen, csinosan beteszem itt a pecsetvázámba ezeket a gyönyörű virágokat, lehet egyébként kombinálni is. Érdemes egyébként szerintem akár a külsejét is lefesteni ezeknek a tojás tartó virágoknak. Így is jól néz ki, hogy natúra külseje, de nyugodtan abban is gondolkozhattok. Most én elképzeltem, hogy fekete-fehér csíkos külseje lenne, de jól néz neki. Akár lehet dekupás technikával is dolgozni, erre is rá lehet valamilyen textilt, szalvéta, mintát, csomóló papír mintát tenni ragasztóval, és akkor az is egy ilyen különleges hatást ad végeredménynek. Na nézzük akkor az utolsó kihívást. És hát én azt remélem, hogy ez is sikerül, hogyha most már mindegyiknél tudtam duplázni. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Még mielőtt megnéznétek, hogy sikerült-e megcsinálnom, írjátok meg kommentben, hogy mire tippeltek. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az aránya azoknak, akik azt írják, hogy sikerülni fog, és azoknak, akik azt írják, hogy nem. Jó, ti láthatjátok már, és én még nem, így szavazzatok. Oké, mutatják nekem, hogy erre, arra, fejjel lefelé. Így? Így? Hogy? Így? Így? Perfect. Szóval írjátok meg, hogy szerintetek sikerülni fog-e kettőt csinálnom belőle. 3, 2, 1. Pompom virágok! Na hát. Akkor kisebb méretű pompomokban gondolkozom, és hát úgy, hogy nem tudom, hogy mi számít, hogy egy ágra egy pompomot készítek, és akkor ebből kettőt, az kettőnek számít? Igazából egy van, egyen. De úgy is el tudnám képzelni, hogy esetleg ilyen ágas-bogas ág, és akkor arra több ilyen pompom kerül föl. Léci, legyen meg a vége! Ezeket a kis gyönyörű, mindenféle vidám színű fonalakat is megtaláljátok már a csorbanytesokban. Idén nem csak inspiboxokat találtok már, hanem idéntől kezdve nagyon izgalmas kreatív eszközöket, alapanyagokat, mindent, ami a kreatív alkotáshoz kell, amit itt a videóban láttok, azt ott mind-mind megtaláljátok. Ne pörögtem, ez már túl sok lesz. Mondjuk, nem tudom, meddig csinálom. Jó, ezt most a másik kezemre kezdtem el tekerni. De furán is tartom. Minél kisebb a pompom, annál kevesebb szál is elég neki. Mert hogy annál sűrűbb a hatása. Föltekertem a kezemre, és szépen megcsomózom a közepénél. Önmagával, és itt az útban lévő dolgokat elrakom. Lehetett volna egy vegyeset. Csinálok egy vegyeset. Pont van idő. Még van idő rá. Várjál. Ez erre. Merre? Erre. De ez már így is nagyon dumbi. Mielőtt kinyílik a pompom virág, azelőtt már így is felragaszthatjátok, ez még egy bimbós. Ez a félig kinyílt, de még nem tökéletes. És van azért csinálok egy rendeset is. Na, ez már kész van. Gyorsan felveszem, mert egyem se lesz. De én nem a tetejére gondolnám. Na jó, megnézzük a tetején, mert ha nem... Egy,
Így, és akkor a kettő. Ez a bimbós pompom, ez pedig a már kinyílt. Ez egy ilyen tini pompom, nem? Ilyen kis magány. Bohókás pompom lett belőle, főleg, hogy ilyen több színű. Jó, azért most már így időn túl levágom a megfrizurázom ezt is. De nagyon helyes lett szerintem, hogy ilyen több színű. Úgyhogy érdemes több színű pompomokat is készíteni. Meg hát még ehhez azért érdemes lenne egy párat csinálni, még én ezt a kettőt szépen befejezem, szintén időn túl. Mivel olyan jó szívű a zsűri, ezért elfogadom a bimbós pompomat, meg a simát. Minden esetre, hogyha szerintetek nem érdemeltem meg, és érdemtelenül fogadtam el magamnak a feladatot, akkor írjátok meg, és írjátok meg, hogy milyen büntetést szánnátok nekem. A következő 5 perces DIY kihívásban valami egészen különlegessel készülünk, úgyhogy majd tartsatok velünk, ezért iratkozzál föl a csatornámra, hogyha eddig még nem tetted, illetve hogyha még hasonló kreatív ötleteket szeretnél, technikákat, akkor az Inspirációk magazin csatornájára is nézz át, ott is ugyanis rendszeresen jelentkezünk kreatív tartalmakkal, életmód témában, úgyhogy érdemes oda is átnézni és ott is feliratkozni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, dobjatok egy lájkot rá, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok, szép kreatív napot!